Kovácsovics Fruzsinát egy kereskedelmi csatorna tehetségkutatójából ismerhetjük, ahol egészen a döntőig jutottál el, és akkor mindenféle zenei stílusban tökéletesen helytáltál, most pedig egy új ideje már gyerekeknek énekelsz. Hogyan jött a váltás? Visszagondolok, hogy már 11 évvel ezelőtt volt az a tehetségkutató műsor, amiben én voltam, és hát ugye utána azért elindult az én zenei karrierem, nagyon-nagyon sok helyszínen lehettem, és léphettem föl, és énekeltem, és koncertezhettem, és az ideig jól tudott működni, és vannak olyan időszakok az ember életében, amikor jó egy bizonyos útvonal, és aztán egyszerűen elkezd érezni, hogy már az nem kényelmes neki, és pont ezt kezdtem én is érezni, hogy valami nem kényelmes, valami nem jó, már nem érzem olyan jól magam abban a zenei világban, amiben mozgolódtam, és aztán azt éreztem, hogy na, akkor újuljunk meg egy kicsit, és akkor az ELTE tanító és óvóképző karára jött. Nézd, már azt sem tudom, hogy mi volt a neve olyan régó. Szóval ELTE tanító és óvóképző karára jártam, és akkor így jött ez a gyerekzene. Egyszerűen csak elkezdtem gyerekdalokat írni. Gyerekként mennyire gondoltad azt, hogy te énekes akarsz lenni? Én egészen kicsi koromtól kezdve szerettem volna énekesnő lenni. Szóval azt gondolom, hogy ezért így a legtöbb kislány életében egyszer legalább előjön, hogy én énekesnő leszek, vagy én színésznő leszek, de én azért viszonylag hosszú ideig kötöttem az ebet a karóhoz, hogy én már pedig énekesnő leszek. Az a nagyon ügyes, aki kiabálja a végig, hogy a pingvin tánc! Pingvin tánc! Nagyon jó! De neked milyen erős hangod van? Azt a paszta cipőpaszta. Na még egyszer, figyelj! Dülöngélve, totyogjál, körbe-körbe forogjál, szárnya csapkod, a lábad rázd, ilyen egyszerű ez a... Pingvin! Nagyon jó, na figyelj, akkor jön a dal, és még csak totyogunk, jó? Olyan pingvinesen. Na. Bánákkal úszhatnánk, cipő nélkül ballagnánk, ha épp a déli sarkon járnánk. Na most jön a tánc! Mert ha pingvin táncot táncolunk, mi is pingvinné válhatunk, a jégen hason csúszhatunk, a vízből halagat falhatunk. Na! Dülöngélve totyogjál, körbe-körbe forogjál, szárnya csapkod a lábad rád, ilyen egyszerű ez a Így, hogy most már gyerekeknek is énekelsz, és megtapasztaltad a felnőttek reakcióit is, melyik közönség milyen, melyik a jobb, hogyha ezt így meg lehet fogalmazni, vagy ki lehet mondani? Egészen más gyerekeknek zenélni, mint felnőtteknek. Nyilván az egyik az egy játék. A másiknak van egy komolysága, annak ellenére, hogy egyébként van benne egy játékosság. Most így a felnőtt vonalról beszélek. Nekem most ez a gyerekvonal, ez egy szívemhez közelebb álló dolog. De mivel mostanában egy Gypsy Swing zenekarral is énekelek, és azért úgy elindultam újra ezen a felnőtt vonalon is, azt is imádom. Szóval valójában más a kettő, de mind a kettő nagyon-nagyon jó. Azért gondolom, a mai napig hallgatsz gyerek előadókat, és inspirálódsz valahonnan. Kik voltak, vagy jelenleg kik a kedvencek?
Nagyon nem, ez az érdekes, és igazából szerintem gyerekkoromban sem nagyon. Bojtorjánt hallgattunk rengeteget, én rájuk emlékszem, a leginkább nyilván volt Halász Jutka, a Grillus, tehát ők azért benne voltak az életemben, de én a Bojtorján együttes emlékszem leginkább, és anyukámra. Szóval ez a kettő volt számomra az, akik így nagyon nagy hatással voltak, így a zeneiségük, meg az egész lényük az én életemre. És... hát, hogy most azért hogy beleszoktam hallgatgatni az éppen aktuális dolgokban, nyilván tájékozódni, hogy azért kikkel vagyok mégiscsak így egy piacon. Sok mindenki. Tehát itt gyakorlatilag most már mindenkit fel tudnék sorolni. És egyébként nagyon sokszor van, hogy egy helyszínen koncertezünk, tehát mi én már megérkezem, és látom egyébként a koncertjüket, és szóval nem is annyira nehéz így belelátni az ő zeneiségükbe. A te dalaidban nagyon sokszor megjelennek különböző állatok, kezdve a pingvinektől lepkéken át mindenféle állat helyet kap. Fruzsinak mi a kedvenc állata? Kedvenc állatom? Ez nagyon nehéz. Én nagyon szeretem az állatokat. Talán a kutya, mert hogy ugye az úgy ott van. Most én tudom, hogy nagyon-nagyon ilyen általános dolog, hogy a kutya, de tényleg valószínűleg nem tudok egy olyan dologra azt mondani, hogy a pingvin, akit igazából nem is nagyon érintek, nem vagyok közelségbe vele, szóval nekem a kutya az a bújós, játszós. Mert ha bármit meg kell szerelni, ő mindjárt készen áll. Csiszol, szögel, fűrészel, és minden helye. Nagyon jó, hát anya, de jó neked is, nagyon jó, lehet jó hangosan. Most itt az adventi program keretein belül vagy, és mindjárt itt a karácsony, hogyan telik nálatok a karácsony? Nálam a karácsonyi időszak, ez az adventi időszak, ez mindig ilyen nagyon-nagyon sok koncerttel teli, ami nagyon-nagyon jó, mert én imádom, szóval ez a szerencse, hogy ez így van. És akkor általában ilyen 20-a körül szoktunk így elkezdeni megnyugodni, és elkezdeni készülni tényleg a karácsonyra. Úgyhogy nekem valójában a karácsonyi készülődés az olyan 20-a körül kezdődik, addig viszont talán így a zenéléssel hangolódunk a karácsonyra. Azért azt tudni lehet, hogy a ti családotok az nagyon muzikális család. Karácsonykor mennyire szoktatok énekelni mondjuk a fa alatt? Mi rendszeresen éneklünk karácsonykor, sőt nem csak éneklünk, hanem táncversenyeket csinálunk, meg főleg mióta már azért csomó unokaöcsém, meg unokahúgom van, tehát azért így a tesóim gyerekeinek a száma is csak egyre nő, hála jó égnek, ezért így minél nagyobb a család, annál több bohóckodás és hangzavar és éneklés és táncolás, és annál több tényleg minden ez az ilyen nagyon klassz dolog. Van-e olyan dal, ami minden karácsonykor elhangzik nálatok, vagy mi a kedvenc dalod, és ezt most egy rövid részletben elénekelnéd nekünk? Persze, nálunk van egy Bojtorján lemez, Bakelit, amit mindig felszoktunk tenni, és az egészen 0 éves koromtól, és most 30 éves vagyok, folyton az megy, de például, amit mindig éneklünk, ez az éj mélyből fölzengő, csinglingling száncsengő, és a többit meg tudjátok.